2023. májusában ünnepeljük a Budai Krónika 550. születésnapját. Miért fontos ez nekünk magyaroknak? Először is ez az első nyomtatott könyv Magyarországon, ami megjelent 1473. július 5-én. Másodszorban az európai nyomdászat történetben nem ismerünk arra több példát, hogy egy nép, egy nemzetnek a nyomdászat története egy történeti munkával kezdődne. Gondoljunk csak bele, általában a praktikus, gyakorlati szempontok érvényesültek, tehát búcsúcédulákat, űrlapokat, latin nyelvtant, vagy akár zsoltáros könyvet, vagy kalendáriumot nyomtattak ki. Nincs arra példa, hogy mondjuk egy országnak, vagy egy nemzetnek a történetével kezdődne egy adott területnek a nyomdászat története. Az első nyomtatott könyv és nemes másolat készül belőle. Ilyenkor nekünk külön kiemelten kell foglalkozni magával a dokumentummal. Úgyhogy rögtön másnap, harmadnap feljött a könyv maga, kísérettel. A kolléganőm fényképezte a dokumentumot. Ilyen esetben a legjobb minőségben fényképezzük egy Phase One típusú fényképezőgéppel 100 megapixelen, illetve középformátumban. Amikor a nemes másolathoz készítjük a felvételeket, a legjobb minőségben kell elkészítenünk a fotókat, annak érdekében, hogy az utófeldolgozóknak a legkevesebb munkájuk legyen az összeállítás során. Ezért oda kell figyelnünk az oldalhelyességre, torzításra, az élességre és arra, hogy tökéletes legyen. Latinul megjelent Chronica Hungarorum, a magyarok története, a mitikus kezdetektől, tehát a hun-magyar eredet mítosztól meséli el mindenki számára érthető módon a magyaroknak, Magyarország, a magyar királyságnak a történetét egészen 1468-ig Mátyás király koráig.